A furfangos paravánbáb műsora nyűgözte le a legkisebbeket vasárnap a Kecskeméti Vadaskert előtti parkban. Az Állatok Világnapja alkalmából a szervezők több napon keresztül készültek izgalmas programokkal, melynek záró eseménye volt a hét utolsó napján megrendezett családi nap. Az Állatok Világnapja talán a legfontosabb nap számunkra, hiszen az állatokért vagyunk, azért, hogy az állatokra vigyázunk, azért, hogy az állatokat bemutassuk, azért, hogy az állatokat gyógyítsuk, és természetesen a gyerekeknek is elmondjuk, hogy ők is ugyanígy járjanak el. A felelős állattartásra hívjuk fel a figyelmet. A különböző programok kapcsán megmutatjuk a gyerekeknek, az állatoknak a gondozását, egy kicsit a kulisszatitkokat. Tokovics Tamás köszöntő beszédében azt is kiemelte, hogy ha figyelünk a természetre, gondoskodunk róla, akkor mi is egy kicsit jobb emberekké válunk, és egymásra is jobban odafigyelünk. Péntek Zsolt atya áldásában pedig arról beszélt a családoknak, hogy a bűnbeesés után megromlott a viszony az állatok és az emberek között. De voltak olyan híres emberek, voltak olyan híres szentek, akik ezt a megromlott viszonyt helyreállították. Tudtak beszélni az állatokkal, legalábbis mi így tartjuk, és az egyik ilyen embernek a névnapja most volt, Szent Ferencnek hívjuk. Szent Ferenc beszélt az állatokkal. Nagyon szerették őt a madarak, körülötte voltak, néha rá is szálltak, és még képzeljétek el, a vadállatokkal is tudott beszélni. Vasárnap fellépett a Greenbus Színház, de koncertet adott a Lóca Együttes is, valamint az Argosz Kutyaiskola is bemutatót tartott a Vadaskert előtti parkban.